Karácsonyi hangulatban kezdték meg a munkát az újonnan átadott digitális közösségi alkotóműhelyben. A Salgó-Tarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos szakközépiskolájában kialakított közösségi tér átadó ünnepségének keretén belül egy konferenciát is rendeztek. Az előadás sorozaton tisztségviselők és közintézményvezetők beszéltek a szakképzés fontosságáról, és az elnyert 550 millió forintos pályázat részleteiről, melynek fő célja a diákok lemorzsolódásának megelőzése. Dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnök helyettese kihangsúlyozta, hogy ma már igazodni kell a munkaerőpiaci változásokhoz is. Változik körülöttünk a világ, változnak azok az igények, amelyek a munkaerőpiac részéről érkeznek, nem csak felénk, hanem azok felé, a diákok felé, akik egyébként kilépnek a munkaerőpiacra. Mi nem mehetünk el emellett szó nélkül. Meg kell ismernünk azokat az elvárásokat, igényeket, nem csak azért, mert hogy egyébként valóban a munkaerőpiacra képezünk, hanem azért, hogy valóban legyen azoknak a tanulóknak munkahelye, akik tőlünk kilépnek. A most átadott alkotóműhelybe elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános iskolás fiatalokat várják, akiket az eszközök kipróbálása motiválhat abban, hogy szakmát szerezzenek. Elsősorban azokat a diákokat próbáljuk meg megcélozni, akik pályaválasztás előtt állnak és általános iskolában tanulnak, és nem tudják eldönteni, hogy hová készülnek a későbbiekben. Minden diákot szívesen várunk, és reméljük, hogy itt az alkotóműhelyben eltöltött néhány perc vagy néhány óra, az talán meggyőzi őket arról, hogy van affinitásuk a szakmák megszerzése iránt, és hozzánk jönnek majd a későbbiekben tanulni. Az ünnepség utáni workshopon lehetőség nyílt betekinteni a műhely munkába, ahol középiskolás tanulók mutatták be a különféle eszközök működését. Az adventi időszakra való tekintettel karácsonyi tematikájú mintadarabok, többek között hegesztett és nyomtatott karácsonyfadíszek és színes zoknik is készültek a műhelyben. A digitális alkotóműhely lényege az, hogy itt a szakképzésben lévő tanulók, illetve azok a tanulók, akik jelenleg még általános iskolában ülnek a padokban, ebben a teremben ki tudják próbálni az adott ágazat, az adott szakképzés eszközeit, élő tevékenysége, kézzelfogható termékeket tudnak előállítani. Itt lehet látni a elektronikai szakma területén, a faipar szakma területén is, de vannak 3D-s nyomtatók, gravírozógépek, digitális varrógép, tehát nagyon sokszínű palettából épül fel ez a digitális alkotóműhely, és több szakmában is lehet ezt használni. A városi iskolák tanulóinak lehetősége van részt venni műhelyfoglalkozáson, melyre jelentkezni a projektvezetőnél vagy a szakképzési centrumnál lehet.